és végre elérkeztünk ahhoz a részhez, ami szerintem a legérdekesebb az egészben, ami a lapos földet, illetve a világot illeti, és azt, amit az írás erről mond. Ezek pedig azok az utalások, illetve azok a szituációk és történetek, amelyek nem, nem közvetlenül a földünk, illetve a világ alakjáról, vagy pedig tulajdonságairól szólnak, hanem inkább átvitt értelemben utalnak arra, és segítenek abban azoknak, akik hajlandók, hajlandók nyitott elmével közelíteni erre, ehhez a kérdéshez, hogy többet megértsenek világról, illetve arról a helyről, ahol élünk. Szerintem senki számára nem lesz meglepő az, hogy továbbra sem lesz egyetlen olyan vers sem, ami akár csak utalna is arra, hogy mi egy gömbön élünk, ami többféle különböző mozgást végez, és a semmiben kering a nap, illetve a többi úgynevezett bolygók körül. Ugyanúgy, ahogy eddig is, minden egyes vers azt támasztja alá, hogy mi egy mozdulatlan, és sík területen élünk, illetve át lapos területen élünk, ami koronkhoz koronghoz hasonlít, egy búrával letakarva, amin mi nem vagyunk képesek áthatolni, és ez alatt található az úgynevezett alvilág. Ha már az alvilágnál tartunk, akkor kezdjük is el. Negyed, négy Mózes, bár 16-os fejezetnél. Amelyik, ugye, Kóré, azaz Kara története, amit érdemes elolvasni szerintem, mert tanulságos azok számára, akik még mindig azt hiszik, vagy azt gondolják, és úgy élnek, hogy ők majd a saját útjukon megtalálják a teremtőt, és majd a saját módjukon és a saját feltételeikkel és a saját kis rendszerükben fogják őt szolgálni, és ő ezt el fogja fogadni a végén. Ez, ugyanezt gondolta uh, Kóré is. Mi csak a végén csatlakozunk be a történetbe, 31-es és lőn, amint elvégezi minden beszédeket, meghasad a föld alattok, és megnyitá a föld az ő száját, és elnyeli őket, és az ő ház népeiket, és minden embert, akik kórei valának, és minden jószájukat. 33-as és alászállának azok, és mind az, ami az övék elevenen a pokorra, és befedezi őket a föld, és elveszének a község közül. Én elfogadom azt, hogy ez a sorozat már csak azok számára érdekes, akik valamilyen szinten foglalkoznak az írással, és akik elfogadják azt legalább legalább részleteiben, vagy felületesen, vagy akármilyen szinten, hiszen amennyiben valaki nem, az annak, annak valószínűleg ez nem sok segítséget nyújt. Azonban, mint azok, akik elfogadják, azok láthatják, hogy ugyanúgy, ahogy az eddigiekben Kóré története is megerősíti azt, hogy az alvilág a seol, amit pokolnak hívunk, az ö, található a, a mi világunk alatt, amit mi Földnek hívunk, ez alatt van, illetve amit mennynek hívunk az ég, az pedig a. Az égi testek lakóhelye, illetve a fölött, a, annak a harmadik szintje pedig az, ahol a teremtője Hua található. Easy to read sokkal egyértelműbb, mintha. Alig hogy ezt kimondta 31-es, vers, meghasadt a föld kora, és társai lába alatt, mintha a föld valóban feltátotta volna torkát, mert hirtelen elnyelt őket egész családjukkal, minden tulajdonukkal egy, ők pedig elevenen hullottak a seolba mindenestől. Azután a föld ismét bezárult korá és társai így vágattak Izrael közösségéből, és az új fordítás megította a száját, ugye meghasadt a föld, alattuk, megnyitotta a száját a föld, elnyelt őket házuk népével együtt, korához tartozó összes embereket minden jószágukkal együtt. Elevenen szálltak le a holtak hazájába, mindenükkel együtt, befötte őket a föld, így vesztek ki a gyülekezetből. Ha emlékeztek az előző részben, Jona, vagyis Jónás ugyanerről beszélt, hogy lement egészen a holtak hazájáig, és a, a hegyeknek az alapzatáig erről már volt szó, a holtak hazája, seol, illetve a pokol egy is ugyanazt jelenti. Még annyit nagyon gyorsan, hogy angolul the pit, azaz a veremnek fordítják, azonban ez, ez a héber szó. Strong's H, 7585. Sheol, Sheol, and second entry, Sheol, Sheol. Ami sír, pokol, vagy veremként funkcionál, de seol maga a megnevezés a, a Héberben. Ez egyetemen arra utal, ahol a Tanakban, az úgynevezett Ó Testamentumban a halottak voltak. Nem csak, hogy a halottak, hanem ugye másik értelemben egy olyan hely, ahol nincs visszatérés, és ahol Elohim dicsősége nem ér el, illetve ahol akik nem dicsérik el a hímet, valamint a gonoszok ide küldetnek büntetésre, és nincsenek igazak ezen a helyen. Egy olyan hely, ahová száműznek lelkeket, illetve ahol a bűn található. Ugyanezen a vonalon tovább haladva Júdás 5-től 7-es versig, így szól, emlékeztetni akarlak továbbá titeket, mint akik egyszer már tudjátok, hogy a hua, amikor a népet Egyiptom földéből kiszabadította, viszont azokat, akik nem hittek, elvesztette. Én szerintem ez fontos azok számára egyrészt, akik azt mondják, hogy a hit által üdvözlünk, és már az új szövetség a hitről szól, míg az ószövetség a törvényekről. Egyetelmű, hogy akik nem hittek a Tanakban, az ószövetségi történetekben ugyanúgy elvesztek, mint ahogy, mint ahogy azok is, akik nem tartották be a törvényeket, hiszen azok azok, akiket elvesztett, ugye nem voltak hajlandók úgy élni, azon az úton járni, amelyet ő megszabott számukra. Tehát ez ugyanúgy érvényes a tanákra, mint ahogy a brit kadasára. Szóval ugyanúgy az Ószövetség, mint az Új ugyanaz a helyzet, a hit azonos azzal, aki úgy jár, ahogy a teremtő azt mondja. Azonban mivel ez nem a téma, haladjunk is tovább. A hatos és az, és az, angyalokat is, akik nem tartották meg fejedelemségöket, hanem elhagyták az ő lakóhelyüket, a nagy nap ítéletére örök bilincsekben, bilincseken sötétségben tartotta. Azok a Malachim, azok az angyalok, azok a, az üzenet közvetítők, akik nem tartották be az ő parancsolatait, azokat a sötétségbe zárta a nagy ítélet napjára. Ugye ez az a hely, amelyikről beszélt az előbb Kora, vagyis Kóré történetében. A Seol, ahová zárja azokat, akik ítéletre várnak. A másik verzió így szól a hatasas emlékezetek azokra az angyalokra is, akik nem őrizték meg rangjukat, hanem elhagyták lakóhelyüket. Jahua ezért örökre megkötözte és sötétségben tartja fogva őket az ítélet nagy napjáig. Illetve újfor fordítás azokat az angyalokat is, akik nem becsülték meg a maguk fejedelemségét, hanem elhagyták saját lakóhelyüket, örökkévaló bilincsekben és sötétségben tartja fogva annak a nagy napnak az ítéletére. Ez az a hely, amit Seolnak hívtak, ugye, amit Seolnak hívnak, más szóval pokolnak, ami a holtak birodalma, ez az, ahol fogva tartja azokat, akik ítéletre várnak. És természetesen elképzelhető az, hogy ez a föld közepe, amennyiben valaki a gömb modellt részesíti előnyben, azonban a versek nagy része egyáltalán nem támogatja azt, és, és, én szerintem nincs is benne semmiféle logika, hogy a gömbrendszer, ahogyan azt mi, ahogyan azt mi ismerjük, a teremtő létrehozott volna egy olyat, mikor a földdel akar foglalkozni, minek csinált volna annyi minden másfélét. De nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy a versek nem támasztják alá, viszont amit alá az az, hogy az egy három részből álló zárt rendszer, az ég, a mennybolt, a föld, ahol élünk, illetve az alvilág a Seol. erről a történetről beszél második Péter Kefa, második fejezetben, és ezt így szól, mert ha nem kedvezett Elohim a bűnbe esett angyaloknak Malakimnak, hanem mélységbe taszítván a sötétség láncaira adta oda őket, hogy fenntartassanak az ítéletre, és ha a régi világnak sem kedvezett, de Noét az igazság hirdetőit nyolcad magában megőrizte, özönvízzel borítván el az igaztalanok világát. Ugyanaz, amiről Judás beszélt, ja Huda beszélt az előbb, és ugyanúgy a sötétség láncaira ott tartja őket, ahol mindenki más. A másik fordítás az easy to read. így szó, amikor az angyalok a Malakim követtek el bűnt, Elohim őket sem kímélte, hanem az alvilág sötét mélyre zárva őrzi őket az ítélet napjáig. Nem kímélte meg azt a régi világot sem, hanem elpusztította az özönvízzel. A, erről már volt szó egy korábbi videós sorozatban a, a, Noé idejében, azt hiszem valami ilyesmi a címe, és abban részletesen megnéztük azt, hogy mi ez az angyalok, mit csináltak, mi volt a probléma Noé idejében. Most nem ez a lényeg, hanem az, hogy a sötét mére zárva őrzi őket az ítélet napig, ugyanúgy, ahogyan a Károliban mondja, és nézzük meg az új fordítást, mert Elohim nem kímélte meg a bűnbe esett angyalokat sem, hanem az alvilág sötét mélységébe taszította őket, hogy őrizetben maradjanak az ítéletig. Azt pedig kiderítettük, hogy az alvilág nem más, mint a Seol, ez a holtak birodalma, azok a lelkek, akik ítéletre várnak, az igaztalanok, akik a törvények nélkül éltek, illetve a megváltó hite nélkül éltek. Ez a szó, amit itt használ a mélységre, ahol az angyalok találhatók, ez egy görög szó, Strong's G-5020 Tartarao Tartarao Tartarao, ami egyetlen egyszer szerepel a... ebben a... fordít, illetve az egész szövegben, az egész úgynevezett új szövetségben és a tartarosz szóból ered ami... ami... a görögöknél az alvilág volt a, a holtaknak a, a gonosz halottaknak, az igaztalanoknak a gyűjtőhelye, akik egyrészt ő, ott szemették el a büntetésüket, másrészt várakoztak a, az ítéletre, és azt írja itt még, hogy ez a a a, Yehudim, a zsidó Gehenna szónak a megfelelője, ami ugye a Seol szó a tanákból, az Ószövetségből, ósz az újszövetségben Gehenna, ez az a hely. Lázár történetét már biztosan ismeritek, illetve szó is volt erről korábban. Egy, egy korábbi videóban azt hiszem pontosan a halál utáni sorozat valamelyik részében lehetett. Nem olvasnám végig az egészet, pusztán annyit, hogy ugye a 23-as versben a halála után állapotról ír, és ez így szól és a pokolban felemeli az ő szemeit kínokban lévén, és látta Ábrahámot távol, és Lázárt annak e, kebelében ez ugye a gazdag e, ember, aki nem segített Lázáron, mikor Lázár szenvedett élete során, és ő kiáltván, ugye ez a gazdag ember, aki a pokolban ébredt, atyám Ábrahám, könyörül rajtam, és e, bocsásd el Lázárt hogy mártsa az ő ujjának hegyét vízbe, és hűtse meg az én nyelvemet gyötreltetem el lángban. Ez az a hely, amiről eddig olvashatunk, ahol a malakim, az angyalok, illetve a, azok, akik, akik gonoszak, a teremtő által az igaztalok, akik a törvények, illetve a megváltó nélkül éltek, ezek azok, akik ide kerülnek. Mondta pedig Ábraham, fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elveted, te életedben hasonlóképpen Lázár is az ő bajait most pedig ez vigasztaltatik, te pedig el, ez az a hely, ahol ő található. Ami még érdekesebb az az, hogy és mindenek felett mi köztünk és ti köztetek nagy közbevetés van, ugye egy árok, egy elválasztó, úgy, hogy akik akarnának innét ti hozzátok átamenni, nem mehetnek, sem azok onnét hozzánk át nem jöhetnek. Ez az alvilág több részre van osztva, ahogyan azt Énok könyvéből olvashatjátok, illetve ahogy onnan kiderül, egy részében a, az igaztalonok vannak, a másikban pedig Ábrahám Kebela, ahol ahol az igazak e, található. Ugyanez az Easy Tutorial-ben így szól, de ő a halottak országába került, a halottak országa ugye nem más, mint amiről már szó volt, korábban Seol, Tartaru, vagy pedig Gehenna Pokol, ez ugyanaz az alvilág. Egyszer, amikor gyötre még között felnézett, meglátta távolban Ábrahámot, mellette pedig Lázárt. Ekkor felkiáltott atyám Ábrahám, könyörülj rajtam, küld el Lázárt, hogy a vízbe mártott újjával lehűtse a nyelvet, borzasztóan éget ez a tűz. Ez az, amiről a korábbiakban olvashatunk, ahol, ahová zárta az angyalokat. De Ábrahám így válaszolt, fiam, emlékezz csak, amíg a földön éltél, részed volt minden föld jobban." és ezután pedig 26-os vers, ezen felül köztünk és köztetek nagy és átjárhatatlan szakadék van, innen senki sem mehet át hozzátok, tőletek sem jöhet át senki. Ugyanezt olvashatjuk az új fordításban, amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolra Ábrahámot és Kebelén Lázár. És a 26-os pedig ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátunk, hogy akik Innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek se onnan ide át ne jöhessen senki. Ez pedig sehol az a hely, ahol. Amiről szó volt eddig ebben a videóban ez a holtaknak a gyűjtőhelye, a lelkek gyűjtőhelye, ahol a, a vagy a büntetés, vagy pedig már a, a úgynevezett úgymond pihenés szakasza kezdődik. Ez esetben az a szó, amit használ az... Strongs G86. Hades. Hades. Thayer's lexicon. Hades. Hades. Ez a Hades szó, ami, ami így Hades vagy Pluto, aki a, az alvilágnak, ezeknek a régióknak az úgymond istene, a holtak birodalmának az istene, a sír, a, a halál, illetve a pokol, Nak a, az úgymond gyűjtő helye. Érdekes az, hogy a Hades szó, amiből ered ez a szó Hades, ez egy láthatatlan, vagy valami olyasmit ír le, amit, amit nem láthatunk, vagy nem kell, hogy meglássunk, és illetve hasonlóképpen Hades, vagy Plutóra uta, vagy pedig Orkhoz, ezek mind Mitológiai megfelelői annak, amit pokolnak hív az írás. Most, hogy tudjuk azt, hogy mi található a föld alatt, illetve hogy néz ki az alvilág, egy érdekes történet, első Sámuel 28-as fejezet, és Sámuel lev 28-as fejezetben így szól. Ez ugye Saul és a filiszteusok harcáról szól, amikor amikor Saul elköveti azt a hibát, hogy egy halott idézőhöz fordul Yahuah helyett, és csak egy mondat igazán, ami érdekes a számunkra most ezzel az egész földdel kapcsolatban, de maga a történet szerintem mindenképpen tanulságos, úgyhogy ha van időtök, olvasátok, el mindenképpen ez egy számol 28, de érdemes már előtte is olvasgatni, hiszen maga az egész történet, illetve a következménye Saulra nézve. Érdekes. Úgyhogy nézzük az első verszokat, és történt abban az időben, hogy filiszteusok összegyűjték seregeiket, ha hadra, és ha, hogy harcoljanak Izrael ellen, és mondta Akis ah, Dávidnak, eh, Daudnak, tudd meg, hogy velem kell jönnöd a táborom mindéket, mind az embereinek. Ugye ekkor Saul pedig a varázsokat és jövendőmondokat kiírtál a földről. Azonban mikor meglátta az ötös versben, amint azonban Saul meglátta a filiszteusok táborát, megfélemlék, és az ő szíve nagyon megrémüle. Ekkor azt mondja Saul a szolgálynak, keresetek nékem egy halott idéző asszony, hogy elmenjek hozzá és megkérdezzem őt. Elmennek a halott idézőkhöz, ő ugye áruhába öltözik, és azt mondja, hogy mondj jövendőt nékem halott idézés által, és idéz fel nékem azt, akit mondok néked, az asszony pedig mondja, hogy csak nehogy megbüntesse ezért, vagy elárulja, hiszen Saul kiírtatta az összes ilyen varázslót. Azután megígérte neki, hogy nem, és megkérdezi az asszony, kit idézek fel néked, és mondja, Sámuelt idéz meg nékem. Ekkor elkezdődött az, ugye maga a halott idézés idézőjelbe, és 12-es versítszó, mikor pedig az asszony Sámuelt meglátta, hangosan felkiáltott, és szól az asszony Saulok mondta, miért csaltál meg engem, hiszen te vagy Saul. És mondanék -e a király, ne félj, ugyan mit láttál? Az asszony pedig mondja Saulnak, Isten félét látok feljönni a földből. Ez az, amit meg akartam mutatni. Természetes az, hogy, hogy a hallott idézés maga az csak, az csak a démonokkal való kapcsolatteremtés, illetve a spirituális világgal való kapcsolatteremtés, hiszen azt tudjuk, hogy a hallottak lelkei a földben találhatók, és nem tudnak onnan feljönni. Ez az a hely, ahonnan nincsen visszatérés, amit azt olvashattuk. Mindazok, akik a kísértetekben, szellemekben hisznek, vagy a halott idézésben ehhez hasonlók, azok démonokkal teremtenek kapcsolatot, és ezért azok pedig ezáltal meg tudják téveszteni, és különböző módszerekkel manipulálni tudják az ő életüket. Ezért tiltotta meg a teremtő, nem azért, mert nem volt jobb dolga pontosan tudta, hogy ezek a lények az embereket félre fogják vezetni, ahogyan itt is történt aztán Shaubal. Shaullal azonban érdekes az, hogy istenféjét látok feljönni a földből, így fogalmazott az asszony. Míg nézzük meg a másik két fordítást, az Easy to Read így szól, látok egy Istenfélét feljönni a földből, válaszolta az asszony. Milyennek látott, kérdezte Sau olyan, mint egy öreg ember köpenyt visel felelt a hadott idéző. Saul azt gondolta, hogy ez Sámuel, ezért arca, a földre borult előtte. A, az új fordítás pedig így ír, az asszony ezt felett, a Isten látok feljönni a Földből. szó szerint ugyanazt mondta. Szerintem érdekes az, és bár részletkérdés, de hogy azt írja mind a három, hogy feljönni a földből, feljönni a földből illetve szintén feljönni a földből, és nem azt, hogy kijönni. Szerintem egyetemen arra utalnak, hogy, hogy onnan felfele jön, hiszen a, az alvilág maga alatta van, és nem pedig kijön, ahogyan mondjuk a gömbön az lenne, hiszen a gömbön nem igen van fel vagy le, a gömbön kifele kellene jönni. De ez valóban részletkérdés, csak esetleg aki aki hasonlóképpen gondolkodik azok számára. Érdekes lehet. A filippeiekhez így és Saul a második fejezetben tízes vers, hogy a húsa nevére minden térd, megha meghajoljon, mennyeieké, földieké és a föld alatt valóké. Egészen biztos, hogy Saulnak nem ez járt a fejében, amikor, amikor megfogalmazta ezt a levelet, hogy, hogy ő egy gömbnek a külső oldalán áll, és az univerzumban minden térd, illetve a, a, föld alatt, azaz a föld másik oldalán minden térd meghajoljon, hanem pontosan tudta azt, ahogyan a világunk kinéz. Easy to read, térdet hagy minden teremtmény, a húsa nevére menjen földön, föld alatt. Míg az új hogy a husa nevére minden mindentét meghajoljon, mennyeieké, földieké, föld alatti. Ez teljesen egyértelmű, hogy amiről ő beszél, az, az, a három része osztott világ, amiben élünk a menny, ahol a mindenható lakik, illetve a föld, ahol mi vagyunk, és a, a Holtak birodalma a Seol, a, az alvilág. Érdekes az, hogy ez a szó föld alatt valóké, ez egy új szó, amit nem vizsgáltunk még meg, és ez pedig a görög szó, Strong's G2709. Katachthanias. És ennek a jelentése föld alatt való, a föld alatti, és egyetlen egyszer szerepel az egész írásban, föld alatti területet jelent, és arra utal azokra, akik a, abban a világban élnek, ami a föld alatt van, azaz az elhat lelke, az elhat embereknek a lelkeire utal, és egy föld alatti területet jelentő szóból ered, és egy földalatti világot, világot jelölő szóból ered, ahol a, a lelkek élnek. Amennyiben tovább haladunk jelenések könyve, Hígölő 5 ötös fejezetet megnézzük, Hasonlóképpen ír, ahogyan Saul is írt, sőt hallám, hogy minden teremtett állat, amely van a mennyben és a földön, és a Föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondja, vala királyszékben, ülőnek és a bárának, áldás, tisztesség és dicsőség hatalom örökkön örökké. Az easy to read, azután hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben, a földön, a föld alatt és a tengerben ezt mondta áldás, tisztelet, dicsőség, hatalom annak, aki a trónon ül és a báránynak örökké. Természetesen ez lehetséges, hogy a földben élő állatokról van szó, azonban érdekesnek tartottam, hogy megnézzük ezt is. Ugyanúgy, ahogy az új fordítás is hallottam, hogy minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben és minden, ami ezekben van, ezt mondta a királyi széken ülő és a bárány az áldás, tisztesség, dicsőség és a hatalom örökkön örökké, ugyanúgy, ahogyan az előzőek. A hármas vers ugyanebben a fejezetben pedig így szól, és senki sem menjen, sem földön, sem föld alatt nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni a könyvre, Izítődik, de nem volt senki, sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt, aki méltó lett volna rá, hogy felnyissa a könyvtekercset és beletekintsen nem volt senki, tehát emberekről beszél, aki a mennyben, földön vagy a föld alatt méltó lett volna rá, ugyanúgy, ahogyan az új fordítás, de sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt nem tudta senki felnyitni a könyvet, sem beletekinteni abba. Azért, mert pontosan tudták, hogy a menny, a föld, illetve az alvilág alkotja a világunkat, ebből a három régióból tevődik össze. Természetesen a mennynek van további Részei ugye maga az égbolt, az a hely, ahol az égi testek vannak, illetve az, ahol a teremtő van, az a hármas része, a mennyek. A föld pedig, eh, ahol élünk, illetve a Seol, az alvilág, ahol a, a halottak lelkei találhatók, erre utalít, és sem a mennyben, sem a földön, sem pedig a föld alatt nem volt senki. És most már tényleg elérkeztünk ahhoz a részhez, ami talán a legnagyszerűbb az egészben, és... Eh, Kezdjük is el, hogy milyen, milyen utalásokat találunk arra, hogy milyen alakú a Föld, illetve azok a különös történetek, amiket olvashatunk, illetve események, amiket a, az írás tagla, és ezekből mire következtethetünk. Az első az egyből egymózes peresít, 28-as fejezet, ez pedig Jákob egyik álmát meséli el, 12-es vers így szor, és álmot látta ez ugye Jákob. Ímé egy lajtorja vala a földön felállítva, melynek teteje az eget éri vala, és ímé Elohimnek angyalai a Malakim fel és alájárkálnak vala azon. Mikor pedig fölébredt, álmából mondta bizonyára, hogy a huha van-e helyen, és én nem tudtam megrémül -e annak okáit, és mondja, mi rettenetes ez a hely, nem egyéb, mint Elohimnek háza, az égnek kapuja. Aki esetleg utána akar nézni, az a tízes versben láthatja azt, hogy Jákob pedig kiindul a Bérsebából, és Hárán felé tartott, és uh, mikor a nap lement, megállt, és ott uh, aludt, ekkor látta ezt az álmot, ahol egy, uh, egy uh, létra volt felállítva, és azon felé jártak uh, Elohim az angyalai. Nézzük meg a másik fordításban. Ekkor álmot látott egy hosszú lépcső, mely földről egészen a mennybe vezetett a lépcső, Elohim angyalai jártak föl és alá. A lépcső mellett maga az örökkévaló állt, és ezt mondta neki, én vagyok az örökkévaló, hogy a hua atyádnak, Ábrahámnak, hatalmassága, Izsáknak hatalmassága, neked és leszármazottjaidnak adom-e földet, amelyet fekszel és mikor másnap reggel Jákob fölébredt, megijedt, azt mondta magában, bizony, itt van örökkévaló Jehova, és én nem is tudtam, mi félelmetes ez a hely, Elohim háza, a menny kapuja. Amennyiben ez az a hely, amit nekik ajándékozott, és ez az a hely, ahol a menny kapuja van, akkor az ugye a mai eh, Izrael, illetve a környező területek, amelyet úgymond eh, közel keletnek hívunk az új fordítás és, egy, és álmot látott, egy létre volt a földre állítva, amelynek teteje az égig ért, és Elohim angyali jártak azon fel és le, odafönt pedig a hua állt, és ezt mondta ugye, amiről szó volt. Mikor pedig fölébredt ezt mondta bizonyára, hogy a hua van ezen a helyen, és én nem tudtam, félelem fogtál, és így szólt, mi félelmetes ez a hely, nem más ez, mint Elohim háza, a menny kapuja. A szavak, amiket az eredeti használ, azok ugyanazok az ered szó a földre, illetve az a Samaim szó az égre, amit már, amit már megnéztünk, a malák, ugye az angyalok, Elohim, az, az Isten, illetve ezek a szavak, amiket már megvizsgáltunk. Számomra egyetemű az, hogy ahogyan beszél a földről, illetve az égről, az egész rendszerről, az egy három részleg Ből álló, három részből álló rendszer, az ég, a föld, és a föld alatti részek mindig így említi. Ugyanígy Jákob álmában is, ahol arról van szó, hogy ugye Jákob egy álmot lát, ahol, ahol is angyalok ereszkednek leföl az égből, és maga Elohim áll a lét a tetején. Hiszen ez az a rendszer, amiről szó van. Egy hasonló, egy hasonló történet, amit valószínűleg mindenki ismer, talán az egyik legismertebb történet az egész ö, írásból. írásban, ez pedig egy Mózes persi 11-es fejezetből való, ahol így szól az első vers, mint az egész földnek egy, pedig egy nyelve és egyféle beszéde vala. És mikor kelet felül elindultak vala, Sinár földén egy síkságot találának, és ott letelepedének és mondának egymásnak, értek, vessük téglát, égessük ki jól, és lőn nekik tégla a szurok, ragasztógyanánt. És mondának, értek, építsünk magunknak várost és tornyot, melynek teteje az eget érje, hogy szerezzünk magunknak nevet, hogy elleszéledjünk az egész földnek színén, jahua pedig leszállna, hogy lássa a város és a tornyot, melyet építenek vala az emberek fiai, ugye, ez a bábeli toronyról van szó. Hasonlóképpen ahogyan Jákob álmában leírja, hogy az égből alájönnek a, az angyalok leföl, ugyanúgy az emberek tornyot akarnak építeni, hiszen tudják azt, hogy valamilyen úton módon el lehet érni az eget, és ennek van egy határa, nem pedig az űrbe akartak építeni, hogy kimenjenek a vákumba, vagy akárhova. Pontosan tudták, hogy mi az, ami az égben található. Mi vagyunk azok, akik bár okosabbnak és civilizáltabbnak gondoljuk magunkat, tulajdonképpen kevesebbet tudunk a világunkról, mint bármelyik generáció előttünk. A mennyekig az égér, a szó pedig nem más, mint az ég sem, ami eddig is volt. Az easy to read így szól, akkor ezt mondták egymásnak, gyertek, készítsünk téglákat, égessük ki így az égetett tégla lett az építőanyagok szurok szolgált kötőanyagként, hogy téglákat összetartsa. Jertek, fogjunk össze, építsünk magunknak fallal körülvet várost és egy égig érő tornyot. Építsük föl, hogy ezzel hírnevet szerezünk magunknak, és tartsunk össze, hogy ne szóródjunk szét a földön. Ugye az égig érő torony, a Samaimba érő torony Ugyanúgy, ahogyan az új fordítás aztán mondta, gyertek, építsünk magunknak a várost és tornyot, melynek teteje az égig érjen. Szerezzünk magunknak nevet, hogy legyünk az egész föld színén. Miért is jött volna a Mindenható és avatkozott volna bele, amennyiben csak egyszerűen a vákumba kiértek volna? Semmi értelme. Ezúttal pedig meg fogjuk nézni, Dániel négyes fejezetet, ahol Nabukodonozor álmáról van szó. És a 7 versben így szól. Ez az egész fejezet nagyon érdekes, illetve minden álma, és úgy általában az egész könyve Dánielnek egy igen érdekes része az írásnak. Nézzük, hogy hogyan is szól. 7 vers így kezdődik. Az én fejem látásai az én ágyamban látám, hogy ímé egy fa a föld áll a, a föld közepette. Ugye ezek a szavak csak hozzá, betoldások nincsenek benne az eredeti szövegben. Áll a föld közepette, és annak magassága rendkívüli volt. Nagy volt a fa, és erős. A föld közepette állt a fa. Nagy volt a fa és erős magasság az égét, az egész föld széléig volt látható. Nézzük meg gyorsan a másik két verziót. És ott pedig így szól. Ezt láttam álmomban. Hatalmas fa állt a föld közepén, igen magas termetű. Nagyján növekedett és megerősödött csúcsa az égért messzire látszott a föld széléig. Az új fordítás, a látomás, amelyet fekvőhelyemen láttam, ez volt, láttam egy fát a föld közepén, amely igen magas volt, fa nőtt és erősödött, olyan magas lett, hogy az égig ért, és még a föld széléről is látható volt. A kérdés nem az, hogy ez valósága, vagy nem, hiszen tudjuk, hogy ez egy álom. A kérdés az, hogy miért azt írja, hogy a föld közepén volt, és miért azt írja, hogy a föld széléig látszott, hogyha egy gömbről van szó. Azért, mert pontosan tudták, hogy a Föld korong alakú, és így tudták ábrázolni a leges legjobban, hogy a Föld közepén nő a fa, amit az egész széléig mindenki lát. Ha, ha azt gondolták volna, hogy egy gömbön él, illetve a teremtő azt az álmot akarta volna nekik megmutatni, hogy gömbön élnek, akkor más formában tudatta volna velük. Hiszen, hogyha ha egy gömb lett volna, a teremtő nyilván tudta volna, akkor neki eszébe sem jutott volna, hogy egy lapos korongon ábrázolja az álmot, hiszen nem lett volna ilyen koncepciók, mint az, hogy ők egy korongon élnek. A teremtő nyilván tudja, hogy hogy, néz, hogy néz ki a föld, és olyan álmot mutat, amilyet akar. Ha gömbön élnénk, akkor úgy jelezte volna Nabukodonozornak. Azonban nem úgy tette, mert nem egy gömbön élő. Viszont azon a modellen, ahol az, amit az írás alapján összerakunk, teljesen egyértelmű, hogy a föld közepén van egy fa, és azt a föld szélig látszik, és az égig elér, akkor miért ezt az álmot mutatta Nabukodonozornak. Ez a szó, amit itt találunk, hogy a föld annak a közepén volt ez a fa, a föld közepette pontosabban, az egy arámi szó tulajdonképpen, ami ugye azt jelenti, hogy valami, valamik között, valaminek a közepén, valamiben, valaminek a közepén pontosabban. A szó, amiből ered, Jeb. annak jelentése pedig a közepén, Jeb. valamiben. Az is érdekes, hogy még a szó, amelyik a föld széléig volt látható magyarul, az... Strong's H3606, Cole. Cole. szintén egy arámi eredő szó ami az egészet jelenti ami minden részt az egészet teljeset minden egyes részt és ezt fejezi ki illetve illetve ebből az a szó amiből ered ugyanezt jelenti szintén és ennek ellenére mégis úgy fordította le a Károlyban hogy az egész föld széléig volt látható. És valami oknál fogva az Easy To is az maradt meg, hogy az egész föld széléig látható. Illetve a harmadik verzióban szintén arról beszél, hogy a föld széléről is látható volt. Nem egyszerű elhelyezni egy fát a mi általánosan elfogadott modellünkön úgy, hogy a föld minden pontjáról látható legyen. Sőt, alig, hanem lehetetlen. Azonban az írás alapján készített modellen egész egyszerűen szemléltethető az az álom, amit napokon látott. Nem véletlen, hogy így fogalmazott, és ezt az álmot mutatta neki a teremtő. Amikor megfejti Dániel, így fogalmaz Nabukononozornak. És már csak... Nézzük a 17 estől Az a fa, amelyet láttál, és amely olyan nagyra és hatalmasan nőtt, hogy az égig ért, és látható volt az egész földön. Szép lombja és sok gyümölcse volt, táplálékot nyújtott mindenkinek, alatt a tanyáztak a mezői vadak, ágain fészkeltek az égi madarak, az te magad vagy, ó király, az egész földön látható volt ez a fa. Te lettél nagyja és hatalmassá, hatalmad megnőtt, felér, az égig uralmad elér, a föld széléig. Én még egyszer azt szeretném csak mondani, hogy amennyiben úgy fogalmaz, hogy az egész Földön látható, akkor ezek szerint ezt látta az álomban. Ha azt mondja, hogy a Föld széléig elér a hatalma, akkor így fejezte ki az álomban, és ez az álom, ez az üzenet a teremtőtől jött. Miért küldött volna olyan üzenetet, amit teljesen más világra vonatkozik, mint ahol mi élünk. Nincsen benne logika, hogy egy ilyen abszurd látomást küldjön neki, ami nincs kapcsolatban azzal a világgal, ahol élünk. Valamilyen formában nyilván ki tudta volna fejezni, hogy egy gömbön élünk, és mutat neki egy olyan álmot, ami egy gömbre vonatkozik. De nem így tette, mivel nem egy gömbön élünk, és pontosan tudja, hogy milyen az a világ, ahol, amit ő teremte. Az Easy to Read így szól. 20 vers. Álmodban egy hatalmas erős fát látta, amelynek teteje az égig ért, és az egész földön látható volt. Az egész földön látható volt. Lomkoronája gyönyörű és termés a bőséges, hogy sokakat táplált, árnyékában tanyáztak a vadállatok, ágain fészkeltek az égi madarak. Ez a fa te vagy, uram királyom, mert hatalmassá erős lettél, nagyságod az égig uralmad kiterjed a lakott föld célék. Mint szinte mindig a, az easy to Read próbálja a, az írást alakítani ahhoz a világnézethez, amiben ami elfogadott, ezért írja azt, hogy a lakott föld széléig, a lakott szó az nem szerepel az eredeti írásban. Nézzük meg, hogy a könnyű fordítás hogyan ír erről a részről. Megismétli Dániel az álmot, ugye az a fa, amelyet látta, és amely olyan nagyra és hatalmasan nőtt, hogy az égért is látható volt az egész földön. Szép lombja, sok gyümölcsövet volt, nyújtott mindenkinek. Alatta tanyáztak a mezévadak, ágain fészkeltek az égi madarak, az te vagy, ó király. Tehát az egész földön látható volt, te lettél nagyjá és hatalmassá, hatalmat megnőtt felér, az égig uralmat elér a föld széléig. Ugyanúgy, ahogyan az előzőekben már arról szó volt. Érdekes, hogy a széléig írja a föld széléig, az új fordítás még a Károly azt írja, hogy hatalmad a föld végig kiterjedt, és az égig felért ez a fa. Máté négyes fejezet, Mát jahu, 4 négyes fejezet, egy hasonló jelenetet ír le, amikor 40 napig a husa a vadonban kóborol és az ördög megkísérti. 8-as versben így szól, ismét vivé az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatá néki a világ minden országát és azok dicsőségét, és mondanék ki mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem. Amit ö, érdemes. Megjegyezni az az, hogy egy igen magas helyre fölviszi, és megmutatja a világ minden országát, és azok dicsőségét, ami lehetetlen ezen a helyen. Ebben a rendszerben nem lehet megmutatni a világ minden országát egy helyről, és én úgy gondolom, hogy nem véletlen az, hogy úgy fogalmaz az írás, ahogyan fogalmaz. Minden egyes verset másképp is le lehetett volna írni, de valami oknál fogva így fogalmazott máté, és ennek az az oka, hogy ők így értelmezték a világot. És ha valaki tudta, akkor azok, akik a megváltóval együtt jártak egy időben és egy helyen. Az Easy Read így fogalmaz ezután stán egy nagyon magas hegyre vitte fel a husát, megmutatta neki a világ összes királyságát és azoknak minden dicsőségét. Ezt mind neked adom, mondta, ha leborulva imádsz engem. Ugyanígy fogalmaz, akárcsak az új fordítás magával, vitte az ördög egy igen magas helyre, megmutatta néki a világ minden országát és azok dicsőségét, mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ami azt feltételezi, hogy egy pontról meg tudta neki mutatni a világ összes országát, ha, ha ez csak egy átvitt értelemben értendő történet, és azt jelenti, hogy, hogy csak spirituálisan mutatta meg, akkor nem kellett volna, hogy felvigye egy magas helyre, hanem megmutathatta volna neki ott, ahol állnak. Azonban a valódi rendszerben, ahol élünk, on nagyon egyszerűen elképzelhető ez a jelenet, hiszen egy magas hely tetejéről az egész világot be lehet látni. Még akkor is, hogyha elfogadjuk azt, hogy nem mindenhol volt királyság, hanem csak bizonyos területen a világnak, akkor sem lehetett volna egy pontból látni mindenhol a gömbmodellen. Nézzük meg nagyon gyorsan, hogy mik azok a szavak, amiket itt találunk, az hogy egy magas hegyre magas szó, magas az a görög szó. Strong's G 5308. Ami annyit jelent, hogy magas, magasabb, vagy nagyra tartott valami, ami magas, magasban van, magasra emelt. A hegy szó, amit használ, az pedig szintén görög szó. Strong's G 3735 Arras. Arras. Hegy, hegység, illetve domb a jelentése. A világ szó, illetve az összes, az, hogy a világ minden országát, a világ és a minden szót fogjuk megnézni. A minden szó, pedig... Strongs G, 3956. Pass. Pass. Pass, ami annyit jelent, hogy mindig 750-szer használta azt a szót, hogy mindig, minden dolog, minden egyes, minden ember, bárki, mindenki, a teljes, mindenféle. És minden egyes, ugye egyenként ezt jelenti elsősorban, hogy minden egyes, valamint az, hogy a teljes mindenki, illetve az, hogy összesítve összességében, és valamilyen, valaminek az összes eleme beletartozik. A világ szó pedig... Strong's G2889, Cosmos. Cosmos. A világot jelenti szó szerint. 186-szor használja ezt a szót az úgynevezett új testamentum, és minden, szól, annyit jelent, hogy a világ mind olyan értelemben, mint a kormányzati rendszerek, amelyek, és az alkotmányok, amelyek a világot alkotják, mind olyan értelemben, hogy mint a, az égen található különböző rendszerek, illetve égitestek. Érdekes az, hogy dekorációnak hívja és díszítésnek ebben az esetben a csillagokat, illetve az égi testeket. A világ, az úgynevezett univerzum, és ismét azt írja ide, hogy a Föld köre, Circle of the Earth, a Föld, ugye maga az egész világ. Itt is körnek értelmezzük. Illetve magába foglalja még a Föld lakókat, az embereket, illetve az emberiséget. Én erre a körre hívnám fel a figyelmet, hogy így magyarázza a világ. Szó ebben az esetben maga azt a kört jelenti, amit földnek értelmeznek. Azt a föld területen. Úgyhogy amit ebből megtudtunk, az az, hogy ez egy szó szerinti magas hegyről beszél, ahová felvitte a husát a satán, és ott megmutatta neki a világ összes királyságát, azaz a kormányzati formát, az egész világot tehát egy helyről látniuk kellett, különben ülhettek volna bárhol, és nyilván el tudta volna képzelni, mind a kettő. Azonban elmondta, hogy egy magas helyre felvitte, hiszen onnan láthatja az egész világot. Ugyanez a helyzet, majd hogy nem, legalábbis a szituáció, az alapszituáció jelenése könyve hégelő egyes fejezetben, amikor is a hetes versben így ír, ímé, e eljön a felhőkkel, ugye ez a második eljövetelje, Husa visszatérése, és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is, és siratja őt a földek minden nemzetsége úgy van, amint. Tehát minden szem látni fogja őt, ami azt jelenti, hogy nem történhet meg ezen a, ebben a rendszerben, hiszen amennyiben visszatér, és most ezt, a, ezt az égi testet veszük a visszatérésnek, föld másik oldalának fogalma sem lesz arról, hogy mi történik, de legalábbis nem fogja látni. Azonban ebben a rendszerben, amiről az írás beszél mindvégig, egyértelmű, hogy mindenki láthatja. Pontosan ez a lényege ennek a rendszernek. Hogy minden látható egy helyről, ezért alkotta így meg a teremtő. Az Easy To Read így szól, nézzétek, ki, a husa jön a felhőkkel körülvéve mindenki meg fogja látni még azok is, akik őt láncsával átszúrták, és az egész világon mindenki siratni, és gyászolni fogja őt. Igen, így lesz a Main. Újfordítás pedig e eljön a felhőkön, és meglátja minden szem azok is, akik átszegezték, siratja őt a Föld minden nemzetsége. Minden szem meg fogja látni, amikor visszatér, hiszen... Pontosan ez lesz a jel azok számára, akik, akik követik az eseményeket, akik járják az utat, és akik értik, amiről beszél. A visszatérés maga a jel, hogy arra várjanak, és ne tévesse meg őket az, ami a világon történik, majd mostantól addig. És akik nem követik az eseményeket, azok nem fogják, és nem értik a, a teremtő szavát, nem olvassák az írást, azok nem fogják tudni hiszen őket meg fogja téveszteni a világ a különböző csodákkal, amiket majd az utolsó időkben, a közeljövőben a világ, illetve maga a fenevad és az ellenség végre fog hajtani. A visszatérés a jel mindenki számára, hogy ezt várja, és akkor tudja meg mindenki, hogy az igazi megváltó azzal jön el, hogy mindenki látja majd az ő visszatérését ha esetleg nem így értelmezni valaki, ahogyan Ahogyan azt elmondtam, akkor Máté, Matiáhu 24-es fejezet, 25-es vers egyértelművé teszi, mert miképpen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész nap nyugtáig úgy lesz az ember fiának eljövetele is. És ez lesz a jel mindenki számára, aki érti, aki járja az utat, és aki várja, hogy tudja pontosan és ne téveszte meg senki. Természetesen az ellenség is valami hasonlóval fog előállni, azonban Azonban ha, az, ha járjuk az utat, és követjük az utasításait, akkor, akkor segíteni fog nekünk, megkülönböztetni az igazságot, és a hazugságot, amit a világ művel, azonban ez egyértelmű, hogy napkeletről napnyugatra ellátszik, el és így fog, visszatérni, ugyanúgy, ahogy az easy to Read írja, mert amikor az emberfi eljön, mindenki meg fogja látni őt. Olyan lesz, mint a villámlás az égen, amely kelettől, nyugatig, mindenhol látható. Ugyanúgy, ahogy a, az új fordítás, mert ahogyan a villámlás keletről támad és ellátszik nyugatig, úgy lesz az emberfiának eljövetele is, mindenki látni fogja. Pontosan ez a lényege, ez a jel mindenki számára, hogy visszatér. És a gömb, modellen ezt nem lehet kivitelezni, hiszen az egyik oldala a földnek semmiképpen sem látná, ahogyan visszatér. Azonban a rendszerben, amiben valójában élünk, tökéletesen érthető, hogy miért így fogalmaznak és miért így írják le. Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra. Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem és még sok extra információt is találtuk itt. Mindenkinek a legjobbakat! Halleluja!